Az általunk megszólaltatott szabadkaiak értetlenül állnak a számukra kedvezőtlen döntés előtt. Györgyi Alékics gyakran parkol a zárt parkolóban, mivel a fiáik a parkoló melletti lakóépületben laknak. Mislim, u svakom slučaju, prvenstveno kažem, ti stanari koji su tu su u problemu. Znači, to povećanje plaćanja parkinga ne vidim razlog šta je, osim financijske dobiti. Kovacsev Eszter palicsi vállalkozó napi szinten jár Szabadkára. Szerinte nem csak őt érinti kellemetlenül az új városi rendelkezés. Felháborítónak tartom, mert ha valaki szórakozás szempontjából szeretné megközelíteni a városközpontot, akkor is fizetni kell, holott már a munkaidő, minden munkaidőnek vége, és ez teljesen minden ember életét, a pénztárcáját meg fogja rövidíteni. A döntés alapján a jövő hónap 1-jétől minden zónában egy órával hosszabb ideig, 21 óráig kell majd fizetni a parkolásért. A Szabad Egyetemnél lévő nagy parkolóban pedig csak 23 óra után lesz ingyenes a parkolás, a mostani 21 óra helyett. Szombaton továbbra is 14 óráig kell fizetni, vasárnap pedig egész nap ingyenes marad a parkolás. Részletezte Néda Tésovic, a Szabadkai Parking Kommunális Közvállalat PR menedzsere. Razlog ove odluke je prvenstveno usaglašavanje sa drugim gradovima u Srbiji po dužini radnog vremena. Osim na zatvorenom univerzitetu, tu smo imali malih problema jer je određeni broj naših sugrađana, na primjer, parkira popodne i sačeka da istekne radno vreme i kada se rampa digne, oni jednostavno odu i ne plate, a to definitivno nije fair jer mi imamo tamo i mesečnih pretplatnika, imamo i stanara sa povlašćenim parking kartama koji uredno mesečno plaćaju svoje obaveze. Az illetékes hangsúlyozta, hogy a parkolási díjak nem változnak, csak a megfizettetés ideje tolódik ki. Az újdonság november 1-én lép érvénybe, ekkorra a táblákon is feltüntetik az új parkolási rendet.